Egyik szemem kinyitom, a másik fáj kicsit. Hogy miért? Nagybátyám az öreg diás egy ufával a fejét akargatja, és közben csontos könyökével a szemembe vág. Csíp az alkoholszag a külvárosi hordonyán álló bódéban. Kibírhatatlanul hideg van. A takaró alatt fekve arra gondolok, hogy nem mozdíthatom a lábujjam. Különben belemarad fagy. Ruhában vagyok tetőtől talpig. Van egy kötött sapka a fejemen. Nagy rám. Állítólag az anyámé volt. Állítólag felszívódott. A nyakamban a kulcsomom. Állítólag az apámé volt. Állítólag ő is felszívódott. Én legalábbis soha életemben nem találkoztam egyikükkel sem. Az öreg nagybátyám és a felesége nevelnek. Van egy nyelvem. Egy kék nyelvem. De jól eldugtam a fejembe. Ott jó meleg van. Most már egy másik éjjel dörömbölnek a viskoldalán. Recseg ropog az ajtó. Majdnem kiszakad a keretből. Teljes felforulás ének idején. Szívem kalapálettől kék nyelvem lebénul. A küszöbön megjelenik egy fekete állarcos férfi. Géppisztolyt fog ránk. Három napjuk van, hogy elkotródjanak innen! Itt ért el az olimpiai falu! Most kipucoljuk a szemetet! Egy nap. Olyan gyorsan fogok futni, hogy aranyémet szerzek az olimpián. Eladom. A pénzből pedig veszek egy nagy, meleg házat. Senki sem hallja, hogy kék nyelvem kiabál a kötött sapka alatt. Hallom, hogy az öregek megbeszélik. Holnap után felszedelőzködünk. Ezt a kis zabi gyereket meg ott hagyjuk a főtéren a körhintásnál. Ez az. Elérkezett az indulás napja. Hátul mögött a kiürített nyomorterep. Már olvad a hó, és a lábam folyton beleragad a sárba. Nem sírok. Az ujjamat harapdálom. Az öregem két bicikli kerék leszkábált fataligát húz, telepakolva a szedetvedett holminkkal. A belváros felé megyünk. Ahhoz a híres falvas körhintához, aminek a zenéje olyan, hogy az ember szíve ugrándozni kezd tőle. Felszállok az egyik barikára. Elindul körbe. Forog belem a világ. Senki sem hallja, hogy két nyelvem kiabál a kötött sapka alatt. Menjetek csak! Szabaduljatok meg tőlem! Kitérjetek el annál jobb! Nem sírok. Az ujjamat harapdálom. Meghalni nem ér. Szállnak a köpések a levegőbe, egy fa tövébe, mindenfelé. Hopp, ez most pont egy rendőr csizmáján landolt. Nem fogsz nekem itt mindenkit leköpdösni, te kis taknyos! Velem jössz! Belépek. A cellákban mindenütt gyerekek. A földön ülnek vagy fekszenek. Az ágyak szélén nyomorognak, vagy csak állnak a rácsokba kapaszkodnak. Gyere, pihenj egy kicsit. Biztosan fáradt vagy. Az én nevem Mandarin. A családom értem jön, és kiszabadít. Maradj mellettem. Nézd csak, Mandarin. Ez az én kulcsom. Egyszer lesz egy meleg, nagy házam. Az egy otthon lesz, egy lakás, sőt szerintem egy kastély. Mindegy, hagyjuk. Gyere, fogjál!
mert ha kell, én bele tudok húzni. Ha a rendőrök eleresztik a kutyákat, nem gond. Én le tudom őket rázni. Most szöktettük meg a barátainkat abból a rohadt fogházból, amit ennek a rohadt városnak a rohadtul tisztességes polgárai tartanak fenn, hogy összeszedjék a csavargó fiatalokat az agyonféltett kurva történelmi utcáikról. Még mindig rohanunk. Mandarin ragaszkodott hozzá, hogy hozzunk magunkkal még egy lánc. Most elesik! Én kiabálok a többieknek, hogy ne várjatok meg! Gyere! Erre meg tudunk lófni! Minden oké? Rendben megérkezik. Ugyan olyan, mint... Márna. Mandarin kishuga. Éppen egy éve halt meg. Az új lány nagyon hasonlít rá. Ugyanaz a szép arc. Hát itt élünk. 30-an vagyunk. Veled együtt már 31-en. Egy jugon járunk ide. A föld alatt, ezen a régi óvóhelyen húzzuk meg magunkat. Egy bénalkot meséltem, hogy ezt a városrészt a második világháborúba teljesen lebombázták. És azóta sem építették újra. Amikor ide jöttünk, sokáig kerestük a bejáratot. Mindenfelé. Az egyik szikla mögül két porfelhő szállt fölfelé. Kitágítottuk őket, mire még több por jött ki. Mintha egy egész sereg kék szellem szivárogna elő. A szellemeknek hullaszaguk volt. Félretoltuk a sziklát és megláttuk a csontvázokat. A csontvázokat egy lépcsőn, ami lefelé vezetett. Lementünk bele a kék felhőbe. Kurvára be voltunk szarva. Lent újabb csontvázokat találtunk. Másnap loptunk néhány ásot, és mindet eltemettük. Kitakarítottuk az óvó helyet, és elrejtettük a bejáratot. Most úgy kell menni, mint egy igluba. Először is még mielőtt. Az új lány neve mostantól Kivi. Új családom van. Először is még mielőtt. A rendes nevektől, főleg az enyémtől hánynom kell. Ha tudnád, hol nőttem fel, értenéd. Te is jobban teszed, ha a tiédet mielőbb lehúzod a klotyon. Majd rájössz. Attól, hogy zöldség vagy gyümölcs neved van, nem változol meg. Csak valahogy mégis tisztábbnak érzed magad. Az én nevem Ricsi. Akkor egy gázkárosorú szoktunk venni. Már van problém utánunk. Ha nincs, akkor tüzet rakunk. Itt minden közös. A kaja, a feladatok, és a szagunk. Először, még ilyen. Meg kell tanulnod lopni. És pénzért csinálni ahhoz. De ember soha nem ez a mangó, olyan főnök, meg a dinnyel. A virágok fel fognak húzni a falon, mint a trombita folyondár.
A gyökerek áttörik a padlódeszkát, hogy a magasba emelhessenek. Egészen felhőkig. Kényelmesen elhelyezkedek egy virágzó ágon, és onnan nézem, ahogy a két öregem, a bácsikám, meg a nénikém, könnyeibe fürödve szánalmasan kiáltoznak. Hová rősz, mert te Isten verte, Zabi gyerek? Isten verte! A földére! Ez az! Ez az! Meglátod, egyszer kimászunk ebből. Van egy nyelvem, egy kék nyelvem, de jól eldugtam a fejembe. Ott jó meleg van. A madarak. Itt vannak a madarak. A fény. Itt vannak a madarak. Itt a fény. Neked is férjet kell majd választanod, mint mindenkinek a családban. Mi? Ti totál hülyék vagytok, még csak 12 leszek! Te nem tudod, hogy itt minden lánynak van férje? Így tudunk egymásra vigyázni. Elkezdek követni egy nőt, mintha csak a lánya volnék.
Kinézek egy nagy terápőst. Lecsapok rá villámgyorsan, akár egy sas. Hogd be a kabátom alá. Elindulok. Kezem lábam reszeg. Úgy nézek ki, mint egy terhes kislány. Látom, hogy csöpög a mér a kabátom alól. Mester, kivihusát tesszük. Sajna mindenkinek csak egy falat jött belőle. Vettünk még két rekesz Coca-Colát, meg egy doboz mámortablettát és a kocsimosás pénzéből. A bunkerban egy nyírkos levegő a csontromhaton. Folyton reszketek. Éjszaka odoguljok mandarinhoz, de még mindig reszketek. Sehogy sem lehet a nedvességet kiűzni a csontjaimból. Emlékszel, Karavánla? A nagybátyám, amikor kettőt látott, elkezdte ütni a nagynénimet. Én meg bebújtam a takaróla. Utána meg azt csináltál. Pont úgy, ahogy a kankutya rámászik a szukára. Én nem akarom, hogy megpofozzalak. Én nem akarom azt sálni, és egyáltalán én nem akarok oda menni a fekete házba. Szeretném, ha egy elmúlt nyárról itt maradt felettél lennék. Sodródnék az erdőn keresztül. Egészen egy szupermarketünk, aminek az ajtaja tárva nyitva, és minden ingyen volna. Lavíroznék a sorok között. Megállnék, amire itt voltál, visszaváltoznék, és végre, életemben először, ennék egy Magnum Gold vaníliát. Először is még mielőtt. Kivi, hogy szokja a dolgokat, átköltözik az én ágyamba. Mandarin ma sokat mesélt neki. Csak azért csináljuk ezt szépséges Kivin, hogy kijussunk ebből az undorító hányadék világból. Nem vészes. Licsi mellett jókat lehet aludni. Még vicces is. Minden esetre beköszöntött a nyár és kellemes az idő. Vasárnap lesz az esküvői szertartás előreláthatólag. A mennyegző napján sokáig bulisztunk, mert elég szép összeget sikerült összeszedni az alkalomra. Mindenki figyelt, hogy csináljuk el. Vagyok a mámortablett a felelős. Előttem padlizsám volt. De egyszer erősen támolyogva érkezett a helyszínre. A sápat holdfényben megrángult a teste, a száját kitátotta, a szeme elkerekedett, aztán semmi. Semmi. Úgyhogy Mahu azt mondta, hogy mostantól én legyek a mámortablett a felelős, mert nálam biztosan nem árt meg a túladagolás veszélye. Valahányszor kipróbáltam, mindig hánytam. Nem sokára 14 leszek, és Mahu magával visz a fekete házba, hogy én figyeljem a helyet. Ez az a hely, ahol a barátaim... Prostituáljuk magunkat, hogy pénzt keressünk. Mik azok a képek a falon? Mi? Hát neked senki nem mondta? Ezek egy vidéki ház képei, amit majd megveszünk a pénzből, amit megkerestünk. És az épület mögött van két kisebb ház, ahol majd az állatainkat tartjuk. Mert lesznek igazi állatok. Mondom, igazi állataink. Meglátod, egyszer kimászunk ebből. Én is akarom azt a házat.
kezemben akarom tartani a mi házunk kulcsát, ami csak a mi. Készen állok. Én is dolgozni akarok a fekete házban. Láttuk az öregeket, a híd alatt lakó két öreget. A titkos rendőrség szemük láttára. Kicsinálták őket. Jól kitakarítanak, amiatt a kurva Olimpia miatt, hogy rohadnának meg vele együtt. Hogyan kell csinálni? Kapcsold ki az ügyet. Gondolj a házra. A házra gondolom. A házra gondolom. A házra gondolom. Nos, igen. A fekete ház. Általában én vagy Mangó alkuszunk meg a más világból érkezett ügyfelekkel. Van egy kliens, egy visszajáró vendég, aki állandóan Mickey Eggers állarcot is. Most nem járunk a fekete házba. Megvárjuk, amíg meleg lesz. Télen a tenyerünkön olyan lesz a bőr, mint a csimpánzaké. Kivinek súlyos lázrohamai vannak. De nem vészes. Csak egy kis ételmérgezés. Mindenki átesik ezen. Erősebb leszel tőle. Meredíts fel. Dőzsölyed mindenhol. Gazdagok vagyunk, mert süt a nap. A madarak! Itt vannak a madarak. A fény. A madarak! Itt a fény! Itt, a fény. Itt, a fény. Itt vannak a madarak! A madarak! Itt a fény! Meglátod! Egyszer kimászik! Itt vannak a madarak! Ma este meccs van. Lent lógunk a stadion körül. Az idősebb lányok nőnek öltöztek. A dugóban rekedt autókban lezavarnak még néhány menetet. Pedig nem lenne szabad. Elrabolhatják őket. Előfordult már az ilyen.
mi kiegér az? Megismerem. Követett minket. Most kivit akarja. Lezavarna vele egy menetet. Hiába mondom neki, hogy már nem dolgozunk. Hagyjon minket békén! Hagyjon minket békén! Nem tárgyi! Először is még mielőtt. A többieknek erről egy szót sem. Tudod, hogy aki embertől, annak mennie kell. Mi ez? Miért véres a kulcsi? Miért véres a kulcsi? Miért véres a kulcsi? A címlapon egy betört fejű férfi. A várost ellepték a rendőrök. Az úr valami fejes volt, egy valami eldök. Miért? Miért tették meg? El kell mondanatok. Egyetlen ökölcsapással földre teríti Ricsit. Aztán nekem is lekever egyet. És azt mondja. Te büdös kis kurva! Tudod, kivel szórakozzál. Pánikba estünk. Egy nagy kő után nyúlok, két kézzel megragadom, és fejbe vágom. Tértre esik, a fejéhez kap. Még egyszer fejbe vágom. Segíts, Kivi! Vigyük le a patakhoz. Kiürítjük a zsebeit. Belegurítjuk a vízbe. Egy nagy hosszú bottal ellökjük. És nézzük, ahogy a víz sodorja a holttest. Remélem, boldog leszel abban a szép házban. A madarak. Itt vannak a madarak. A fény. Itt a fény. Kettőnek az ágy túl keskeny volt. Most viszont túl széles. Nagyon lassan járok. Két nyelvem és karom ólom nehéz. Túl leszel rajta. Mindent megszokik az ember. Remélem boldog leszel abban a szép házban. Tegnap bevettem egy mámortablettát. Vizet hanytam, mert már alig eszem. Láttalak a városban, hogy nincs itt kerested. Elég ebből. Vagy összeszeded magad és velünk maradsz, vagy mész. 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 Mangó tegnap bejelentette, hogy kisbabája lesz. Há? Másról sem tudunk beszélni, csak a kicsiről. Há? Fiú lesz! Fiú lesz! Lány lesz! Lány lesz! Fiú lesz! Lány lesz! Fiú lesz! Mandula! Há? Banán!
teszek, mint ha jól lennék. Hol van szőlő? Én már egy hete nem láttam. Hol van szőlő? Ki látta? Szőlő eltűnt. Egy fémre rakatban húzom meg magam, pár hajléktalan megy. A szám kék, a csontjaim feketék a hideg. Most egy vaskácsnak tölve lepörgetem magamban, amit láttam. Szőlő bemegy egy bazi nagy puccos házba. Két alak követi. Felismerem őket, a titkos rendőrség emberei. Lehet, hogy szőlő az előtt itt lakott. Ki van zárva? Lelépett volna innen, hogy az utcán éljen? Ilyesmiken gondolkodom. Megvárom. Ha kijön, beszélek vele. Tudnom kell, hogy van Kivi. Először is, még mielőtt. Megint béke van. Dínye és Mongol összeadnak, kivonnak. A házunk egy harmada már megvan. Mongolvasa szépen növekszik. Már tavasz van, és én még nem haltam meg. Az étterem mögötti kukákat takarítom három helyen is. A tulajt ismerem még a fekete házból. A szolgálataimért cserébe napi egyszer enni ad. Most lesben állok. Várom, hogy szőlő felbukkan. Biztos vagyok benne, hogy ez a ház egy börtön, tele kínzókamrákkal, és csak kívülről ilyen szép. Az is lehet, hogy szőlő már rég meghalt. Bár, mintha most az ő árnyékát láttam volna elsuhanni a földszinten, a fűkön mögött. Előkészülünk a szüléshez. Mongó gömbölyi pocakja majd szép robban, és mi is alig férünk a bőrünkbe, annyira izgulunk. Mantula lett! A madarak! A fény! Itt vannak a madarak! Itt a fény! Szőlő meghalt! Más nem tudok elképzelni. Az épületből folyamatosan kibe járkálnak az emberek, de őt még nem láttam. Voltunk a városban. Az ingatlan ügynökségen azt mondták, a kőház már nem eladó. Biztos elkeverték a szerszetést. Én ezt nem szopom be, megyek, megnézem, mi van. Én is megyek. Én is. Akkor menjünk mindnyájan. De Mandulát nem vihetjük. Majd én itt maradok. Kora reggel indulnak, nézem, ahogy távolodnak. Kék nyelvemmel arra gondolom, hogy most mi leszünk az anyuka. Este lefektetem a kicsit az ágyba, belőle, szorosan a fal mellé, nehogy baja essen. Így nyugodtabb vagyok. Ez a reggel is jól kezdődik. A tej. Az összes tejt kiborítottam a földre. Veszek ki pénzt a kis kasszából. Mondulát beteszem a rozog a babakocsiba, és elindulok vele a piacra. Most érek vissza a piacról. Messziről látom, hogy a bunkárból kijön egy fiú. Gazdag gyereknek látszik. Körös körül fegyveres férfiak. Rosszat érzek, elbújok. Kivi! Kivi! Hol vagy, Kivi? Hamarabb megjártuk, mint gondoltuk. Kivi! A férfiak elbújnak a bokrok közé. Megfogy az elejében a vér, kezem lábam lebénul. Én vagyok a szőlő. Visszajöttem. Szereztem új barátokat. Megígérték, hogy mindannyiunkat örökbe fogadnak. Gyertek elő, vége a nyomorgásnak. Ki mondott neked és mit? Jöjjetek ide hozzám, mindent megbeszélünk. Láttam szőlőt beszállni a titkos rendőrség kocsijába. Gyertek, barátaim! Ti, akiket a világon a legjobban szeretnék. Egy egész konvoj követi őket. Mert nem is kell megvennünk azt a szép nagy házat. Én ahogy bírok, rohanok a bunkerhez. Mától fogva boldogok lesz. Figyelmeztetnem kell a családot a közelgő veszélyre. Sikítani akarok. Kiítom a számot, de két nyelven néma marad. Ne! Ne ők a barátaim, ne! Láttam, hogy a testükben lévő golyok súlya földre húzza őket. Aztán semmi. Semmi. Néma csend.
tudom, hova rejtette Mangó a pénzt. Járjuk a vidéket. Útközben minden eladó házat megnézünk. Egyszer csak ráadunk egy egészen kicsike házikóra. Oda megyünk, lenyomjuk a kilincset. Nyitva. A szomszéd telekről egy idős házaspár siet elénk. Ezelőtt az asszony bátyáé volt a ház, de most már az övék. Kis idő múlva behívnak magukhoz. Süteménnyel kínálnak. Órákig beszélgetünk. Elmeséljük a történetünket. Szerintem tetszünk nekik, és el fogják adni nekünk a házat. De látom a szemük, ahogy egy szót sem hisznek el abból, amit mondunk. Hiába bizonygatom, hogy már pedig ez a szintiszta igazság, csak rázzák a fejüket. Miután már a negyedik szeletortát is magunkba töltük, előveszem a babakocsiból a pénzt és a polaroid képeket, amiket Krumpli csinált a lobot fényképezőgépével. Miközben a képeket nézegetik, elerednek a személyek. Eladják. Eladják nekünk a házat. Mindenféle papírok nélkül, a bútorokkal együtt. A mi házunk. A mi házunk. A mi házunk. A mi ház. A madarak. Itt vannak a madarak. A fény. Meglátod. Egyszer kimászunk ebből. Ráad a mandulára kötött sapkám. Hogy a két nyelve mindig jó melegben legyen. A meleg víznek sincs, kivéve, ha el...